Gyulaváros polgármestere dr. Görgényi Ernő beszédében kiemelte, hogy milyen kiválóan teljesítettek a fürdővárosban élő vállalkozók, és hogy ezzel mennyi plusz bevételt generáltak a város költségvetésében. A turizmus is fejlődött Gyulán, ugyanis a városban töltött vendégéjszakák száma 2017-ben meghaladta az 500 ezret. 2017-ben 838 millió forint iparűzési adót fizettek be a közösség számára a városban működő gazdálkodó szervezetek. Köszönöm. 5 év alatt több, mint a felével emelkedett az iparűzési adóbevételünk, anélkül, hogy adót emeltünk volna, azaz a helyi vállalkozások bevétele nőtt jelentős mértékben. Végre a torta lett nagyobb, nem ugyanazt a tortát kell több szeletre vágjuk. Ezért képes arra a város, hogy önerőből is nagyobb beruházásokat valósítsunk meg. Természetesen a saját források mellett állami, illetve Európai Uniós pályázatokon is sikeres volt a város, így 2017-ben több óvoda korszerűsítése, infrastruktúrális fejlesztések, turisztikai beruházások és gazdaságfejlesztés is megvalósult Gyulán. Ugye egy település akkor lehet eredményes, ha polgárai igazi közösséget alkotnak, akik mindig azt nézik elsőként, mi az, ami összeköti őket. Ezen felül nagy kincs, ha megvan az összhang, a helyi gazdaság szereplői, a civil közösségek, az önkormányzat, az országgyűlési képviselő és a kormány között. Sokak szerint példás az az együttműködés, amely Gyulán kialakult az elmúlt 7 évben, és biztosíthatok mindenkit, hogy önkormányzatunknak továbbra is a legfontosabb célja lesz a közéleti partnerség fenntartása. A köszöntő elhangzása után idén is többeknek átadták a sikeres gyulai díjat. Elismerésben részesült többek között Dombovári Vanda korábbi szerkesztő riporter műsorvezető, aki meghatódva fogadta a díjat. Nyilván egy nagyon csillogó szakma, amelyet ott hagytam 17 év után, és valóban nincs ezen mit szépíteni Gyuláért. Minden Gyuláért, de legfőképpen azért a városért, ahol születtem, és ahol, hát igen, olyan érzelmi és olyan milyen gyökerező érzelmekkel bírok iránta, amely miatt még későn született kisfiamat is kis hián, komolyan fontolóra vettem, hogy Gyulának hívom majd. 2018-ban a források várhatóan nem csökkennek majd, így a fürdőváros tovább fejlődhet. Ez nem mellékes Békés Csaba szempontjából sem, hiszen ha a megyeszékhelynek is olyan fejlesztéseket sikerül megvalósítani, melyek kiegészítik a gyulai látványosságokat, akkor a közelség miatt a szomszédos város fejlődéséből sokat profitálhat Békés Csaba is.